Több olasz Riesling klón feldolgozásából készült ez a bor a Georgikon szőlészetében. A szakemberek szerint olyan jól sikerült a fajtának a 2018-as évjárata, hogy ezt választották az egyetem borának. Az illataiban, savaiban gazdag nedűt gyorsan dolgozták fel, majd irányított úgynevezett reduktív erjesztéssel készült el, mondja a Georgikon karcserszektomai szőlészetének telepvezetője. Összes tartályunkat, erjesztő tartályunkat tudjuk hűteni, és így egy irányított erjesztés mellett 13-15 Celsius fokon történik az erjesztés. Ebből kifolyólag általában egy olyan 10-15 napig elhúzódhat egy-egy ételnek az erjedése, mivel alacsony hőmérsékleten történik. A Georgikon kar kertészeti tanszékének vezetője kiemelte, hogy júliustól egészen decemberig zajlott a szüret. Kocsis László elmondta, ez a hosszú időszak eltérő pince műveleteket kívánt a gazdáktól. A 2018-as évjárat változatos képet mutat, nem csak országosan, hanem a szűkebb térségünkben is. Az egészen kiváló, különleges minőségű boroktól, hisz jégbort sem tudunk minden évbe készíteni, késői szüretelésű desszertborokat sem tudunk minden évbe készíteni, tehát illetve nagy test, jó érlelésű borok zömét is lehetett készíteni. Tehát nagyon különleges és jó minőségű borok is készültek, de lesznek teljesen átlagos minőségű borok is, tehát nagyon vegyes lesz az évjárat. Én egy nagyon-nagyon erős jóra minősíteném az eddig kóstolt borok alapján az idei évjáratot. A korai szüretelésű fajtákból készült új borokat már a legtöbb gazda értékesítette. A többi fajta esetében más-más érlelési idő szükséges. A változatos minőség mellé jó mennyiségi adatok párosulnak. 2017-es évhez viszonyítva akár 20-30%-kal is több termés eredményről beszélhetünk. Ha országos átlagot nézünk, akkor 10 tonna per hektár, vagy azt egy kicsit meghaladó termés mennyiséget mutattak ki az idei évbe, természetesen borvidékenkénti eltérő mennyiségbe. Itt a mi térségünk, a Zalai borvidék, ez a 10 tonna környéki termés átlaghoz tartozik. A Georgikon pincéiben a gazdasági termelés mellett jelentős tudományos munka folyik. Az egyetem kísérletei mellett a hallgatók itt készítik saját boraikat. A meccéstől kezdve a szüretelésen át a pinceműveletekig mindent a hallgatók végeznek oktatóik felügyeletével.